Jó. Akkor felolvasnám és kommentálom a helyzetet. Szerettem volna nektek megmutatni azt a Fodróczi Péter féle művet, amire Utasi Csilla hivatkozott. Ugyanis itt egy 1661-ben megjelent rendkívül érdekes kiadványról van szó, amelyhez feltehetőleg Zrínyi Miklósnak magának is volt köze. Fodróczi Péter tulajdonképpen az ő egyik tisztviselője volt, egy báni tisztviselő pontosabban az ő birtokaival kapcsolatban, és neki ajánlotta, tehát Fodróczi Zrínyinek ajánlotta a Börnek Karnarutic Vazetje Szigete Grada című, tehát ugye a horvát nyelvű kidolgozását a szigeti veszedelemnek. Ez egy új kiadás, és egy nagyon érdekes ilyen kajhorvát nyelvváltozatban, és ezt egybeszerkesztette a Fodróczi Péter a Zrínyi album Forgács részének a kirohanásra vonatkozó része. Tehát ez mutatja meg, hogy Zrínyi Miklós számára tulajdonképpen mi volt a legfontosabb, mi volt az, amit állandóan magával hordott. Ezen kívül egy gyönyörű latin ajánlást olvashatunk a mű elején, ami Zrínyi Miklóst a főnixekhez hasonlítja természetesen, tehát a Zrínyi családot egy ilyen főnix sorozatként írja le a szigeti Zrínytől kezdve, a Zrínyi Györgyön keresztül Zrínyi Miklósig. Tulajdonképpen ez beleillik abba, amit az elégiában Zrínyi Miklós a saját fiáról is írt, vagy várt volna tőle. Fodróczi tevékenységének a szépsége az itt véget ér. Egy különösen... Igen. Tehát amikor elbukik az összeesküvés 1670-ben, akkor ő április 3-án Varasdon szerződik, ez egy okleveles cédulámból származik, Spoljarics Ferenc nedelistjei főharmincadossal, tehát a kollégával ott a birtokon. Az összeesküvők javainak kölcsönös, idézem, használatáról. Még arra is figyelnek, tehát elviszik Zrínyi Pétert és mindenkit, jön a katonaság, és ők ketten kvázi biztonságba helyezik az értékeket. Még arra is figyelnek a szerződésben, hogyha felmentenék a vádlottakat, akkor ők ketten egymás jó hírét mentsék. Tehát az egyik legundorítóbb figura, és sok ilyen keringett még ott, tehát varjúként, amikor ugye az Zrínyieket, már a Péteréket is eltakarították az útból. Tehát ez egy szép történet és rettenetes történet egyszerre. Csilla ezt irodalmilag zárja le. Tulajdonképpen eljutott már innen Marinóig, és ugye azzal a kérdéssel birkózik, hogy valahol Koszellek Marinó és Fodróczi Péter között hol lehetne az a nézőpont, ami a mi számunkra is egy termékeny dialógus tesz lehetővé Zrínyi Miklóssal. Most ezzel fejezi be, David Nelting a szamponya ajánlásáról írt tanulmányában megállapítja, tehát ez az Zrínyi számára oly különös jelentőséggel bíró Marinó mű, amiben a Marinó a Pastorship címen ugye az ő pásztori idéjeit és mitológiai idéjeit szedte össze, megállapítja, Marinó szakít az imitáció morális vonatkozásával. A szerző az ókorban is, a humanisták számára is morális autoritás volt. Seneca, ahogyan közismert, a méhegygyűjtő méh hasonlatát megalkotva arra figyelmeztet, hogy az idézetnek felismerhetőnek kell maradnia az új jegyvelekben. Marinó számára azonban nem létezik többé a mű egysége és a szerző morális autoritása, számára egyedül saját teremtő erejének jelen ideje a fontos. Noha ezt a következtetést Nelting nem vonja le, Marinó ezzel az irodalmi megszólalás módot lényegében diskurzusként tételezi. Zrínyi tehát a Sziréna kötetet egyfelől beletagozza a korabeli magyarországi kontextusba, és ennek részeként saját főnemesi önreprezentációjába, másfelől azonban ebben a keretben utat módot talál a legkorszerűbb imitációs technika alkalmazására. Dolgozatom további részében a Sziréna kódex helyeivel támasztom alá
Zrínyi imitációs eljárását és Eszterházy Pál Zrínyi imitációinak segítségével mutatom meg, hogy a kortársakhoz hasonlóan Eszterházy is a Sziréna kötetben kibontakozó szándékból indult ki. Ennyivel zárult volna az előadás, tehát valóban sajnálhatjuk, hogy ezt Csilla már nem tudta felolvasni. Én pedig örömmel nyugtázom, hogy itt már az én monitoromon, az előttem álló monitoron már minden kérdés megoldódott, azonban továbbra sem látszik a kivetítőn az, amit én a monitoron látok, úgyhogy maradunk a verbalitásnál. Tulajdonképpen még időben is vagyunk, megköszönhetjük-e Suhai Pál tanár úrnak, aki az utolsó pillanatban mégis úgy döntött, hogy nem tud részt venni személyesen a konferencián. Tehát van egy kis időnk a vitára, beszélgetésre. Én azt ígértem Csillának, itt közben leveleztünk, hogy amennyiben olyan kérdés érkezik, amire én is tudnék válaszolni helyette, akkor azt nagyon szívesen megválaszolom. Egyébként pedig két további előadónk számára is várjuk a kérdéseket. Tessék, Hargitay Emil. Úgy néz ki, hogy ez a Subarics metszet, a Vittorio Sivi címlap, az Adrian Scogamora címlap és mások, amiket még lehetne említeni, az egy ábrázolás típus éppen ezeknek 17. század közepén. És mutatok még egyet, ami biztos, hogy a rokonsága ennek, itt nem Zrínyiről van szó. Mokrai Mátyás Ferenc éppen 1651-ben iratkozott be Egerből a Bécsi Egyetemre. 52-ben készített egy doktori címlapot, egy metszetet, amit egy Melchior Küsszel nevű bécsi metsző készített. És ezen a doktori tézisen egy olyan metszet van 1652-ből, ami Pázmányt ábrázolja. És esetleg odaadom, mindenki számára hozzáférhető, most ez nehezen látható, tehát ezt most nem tudom kivetíteni. No csak. Itt egy ilyen hajószerű valamit áll a bíboros, allegorikus lenge alakok veszik körül, többen, mint a Zrínyi esetében. Alul pedig, hogy tényleg kinek a védése, kinek a vezetése alatt készült ez az értekezés, az szerepel. Nem tudom teljesen a metszet, mert itt valami ide van a Pázmány szájához írva, csak a fele látszik. Tehát ezt ki kell nagyítani, megnézni eredetiben. A Magyar Nemzeti Múzeumban kb. 43 ezer műtárgy van, és annak ez az egyike. Nemrég találtam meg, mert most kereshetővé vált, vagy nemrég kereshetővé vált, és ott meg lehet ezt nézni, vagy a Magyar Történeti Képcsarnokban meg lehet nézni. Tehát számomra ez azonnal, amikor én ezt megláttam, azonnal a Sziréna kiadásra asszociáltam, nem beszélve az évszám azonos, vagy egy évvel térés van, a bécsi nyomda azonos, és hát ugye van Pázmánynak és a Zrínynek valamilyen kapcsolata. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Az esetleges reakciókat, azokat gyűjtsétek össze. További kérdések, kommentárok. Itt közben nagyon szépen köszönöm a hirtelen jött segítséget. Itt egy kicsit bele tudunk pörgetni ebbe a fodróci szövegbe. Látjátok, így kezdődik ez az 1661-es kiadás. Egy elég nagy könyvritkaság, amit a Soproni önkormányzat szerencsére újra megjelentetett 2016-ban. Tessék, további kérdések, kommentárok. Én közben keresek egy másik illusztrációt. Tessék, Mihály, Balázs Mihály, parancsolj! A Leventén bevezetőjéhez szeretnék úgy talán érdemes figyelembe venni azt, hogy mit is jelent a Szentlélek, mondja a dolog. Tehát, hogy ennek nagyon széles szerintem a korai újkorban a jelentése. Tehát, hogy van egy, amit sok elavult kézikönyv mondott,
és nem elég árnyaltan fogalmazó tanulmányok is mondanak időnként, amelyik nagyon mechanikusan képzeli el ezt a dolgot. De végeredményben a verbális inspirációnak ez a nagyon oskolás felfogása, hogy a Szentlélek, úgy mondjam, még a Szentírás esetében is úgy működne, hogy pont-pont veszélycsként mindent az ég adta világon vezet. Ez tulajdonképpen, hogy is mondjam, a humanista szövegfelfogás, és mindaz, ami Balla, meg Erasmus, meg mit tudom, hogy micsoda, tehát ebben a világban történt, ez egészen világosan felhagyítja. És aztán nagyon sok esetben lehet találkozni. Majdnem azt mondanám még, hogy népszerű könyvek esetében is. Hadd emlékezzek, hogy olyan meglepő dologra, hogy a Markóczi István dolgai című ilyen parodisztikus népkönyv esetében ugyancsak szerepel ez, hogy ott a főhős a Szentlélek ikletésére beszél. Tehát magyarán szólva ezt minden egyes esetben célszerű, hogy mondjam, nézni, hogy ez mennyire mechanikus. Én azt gondolom, hogy az Zrínyi esetében arról van szó, hogy hát az alap ötletet körülbelül. És nem a szöveget, hát, tehát az alkotói szabadság, hogy úgy mondjam, és a korlátozásának én ezt nem tudom tekinteni. Igen, nagyon szépen köszönjük, gondolom majd jön rá valamilyen válasz. További kommentárok, mielőtt esetleg én is fölteszek két kérdést, egyet az egyik másikat a másik előadónak. Jó, akkor ameddig, de még időben vagyunk, Márta. Jó, akkor ebben az esetben fölteszem én majd ezeket a kérdéseket később, nehogy úgy járjunk a fotóssal is, mint a technikussal, tehát magunkra ne maradjunk. Úgyhogy én azt mondanám akkor, hogy amennyiben van kommentárod, Miklós, kiegészítésed, még tett hozzá, és Leventétől pedig várjuk a választ. Jó? Nekem egyetlen kommentárom van, ami illetve ezt nem is írtam be, hogy tulajdonképpen az zágrábi kódexben is egyszerűen csak úgy szerepel a mű, hogy arra egy tengernek szirenáj, az egy Zrínyi Miklós, nincs ott. Ha ez egyáltalán jelenthet valamit. Hát ez jelentheti azt, amire az Emil is utalt tegnap, hogy itt azért nagyon komoly munka zajlott még ezen a kéziraton és a nyomdai változaton, tehát itt igen. És hát azért számomra az is meggyőző volt, hogy többen ugye leírtátok azt, hogy már a megjelenés évében megkapta a Batthyány Ádám a kötetet, még elő, és abban a könyvtárának a jegyzékében úgy van, hogy Ardai Dengénnek szirénája Zrínyi Miklósé. És ez a fajta szerzői megjelenés a régiségben továbbra is előfordult. Így különülték el a címet és a szerzőt. Igen, hát én azért azt hiszem, erről nagyon sokat tudnánk majd beszélni, szerintem ott az a birtokos személyen rendkívül fontos. Tehát, hogy az, hogy egy katalógus készítő hogyan veszi föl a könyvet, meg az, hogy Zrínyi Miklós, aki minden betűt végig gondolt bizonyos esetekben, ez egy elég érdekes dolog, itt a címadásról tényleg lehetne beszélni, de én azt hiszem, hogy zárjuk le a Szentlélekkel az ügyet, tehát most a szerencsét ugorjuk is át. Levente, akkor esetleg, ha valamit erre tudnál reagálni. Hát, hogyha a Szentlélek nem az, ami, akkor mi? De szerintem beszéljük meg.
Jó. A Szentlélekkel is meg fogjuk beszélni a megbeszélendőket. Kedves kollégák, én nagyon szépen köszönöm a továbbra is népes részvételt. A technikával folytatott reménytelen küzdelemből tanultunk, a tanulságait majd hasznosítjuk, és most mindenki legszebb mosolyát felöltve, üdén, frissen, fiatalosan kövesse a tanárnőt.